A Szegedi Orvostudományi Egyetemen végzett, és akkor még ideggyógyász szeretett volna lenni. Dombóvára került, de ott nem volt ilyen állás éppen, viszont belgyógyászatból szerezhetett gyakorlatot. Közben beleszeretett ebbe a szakorvosi területbe, és végül így lett dr. Tóth Máriából belgyógyász szakorvos, majd házi orvos. Hivatása legszebb és legnehezebb pillanatait megosztotta velünk a doktornő látogatásunk alkalmával. A legfájdalmasabb mindig az a körzetben volt inkább, amikor ugye ott ismertem a betegeimet már nagyon, főleg a vége felé és az egész családot, és hogyha ott halálos beteg volt valaki, az nehéz volt végigkísérni azon az úton. A legszebb, hát hogyha sikerült egy olyan beteget meggyógyítani, akiről én se gondoltam az elején, hogy sikerülni fog, az nagyon jó volt, nagyon jó érzés. Kiemelte Tamási főorvost, akinek magas elvárásai voltak a kórházban az orvosokkal szemben. A nyelvtanulás szorgalmazta a szakmai fejlődés érdekében, ezért orvosi cikkeket kellett fordítaniuk. Legtöbben angol és német cikkeket fordítottak. Dr. Tóth Mária 16 évig volt önkormányzati képviselő. Akkor kaptam kedvet hozzá, amikor a körzetbe kezdtem el dolgozni, amikor a fiam 1 éves volt, akkor mentem ki a körzetbe, mert bár egy kicsit még szerettem volna otthon maradni, de akkor azt mondta az akkori kórházigazgató, hogy most muszáj elfoglalni, mert később 1 év múlva már nem biztos, hogy lesz körzetbe hely. És azért akartam a körzetbe kimenni, mert a férjem is ugye orvos, és rengeteget ügyeltünk a kórházba. Nagyszülők messze voltak, nem is tudtak volna vigyázni a gyerekünkre, és hát így úgy gondoltam akkor, hogy kevesebb munka lesz a körzetben, vagy ügyelet legalábbis. De hát aztán nem egészen úgy alakult, ahogy elgondoltam, úgyhogy ott is sokat kellett később ügyelni. De viszont ott nagyon sokat tanultam a körzetbe. Tehát ott megismertem az embereknek az életét, ugye lakásba is rengeteget voltam a betegek lakásaiba, mert akkor még másképp működött a házi orvosság, vagy hát akkor körzeti orvosnak hívtak bennünket, tehát kijártunk gyakran az idős betegeknek a gondozása miatt, vagy hogyha valaki tartósan beteg volt és nem akart kórházba menni, akkor otthon kezeltük őket, tehát akkor ez volt még a szokás, így aztán nagyon sok beteg életébe beláttam, és rengeteg problémát ismertem meg akkor, hogy milyen segítséget lehetne mondjuk orvosi szempontból vagy szociális szempontból nyújtani a családoknak. Ezért lett képviselő. Jó pár dologban tudott is segítséget nyújtani. Nagyon jól haladtunk ezen a téren, rengeteg mindent. Olyan jó csapat volt az önkormányzatnál, hogy a képviselők között is, meg a dolgozók között is, hogy nagyon sok mindent meg tudtunk valósítani. Úgyhogy például átmeneti gondozóházat, ugye már az is egy nagy probléma volt, hogy amikor a beteg mondjuk eltörte a lábát, comnyaktörése volt, és ugye az lassan gyógyul, és hogyha nem értek rá hozzátartozók vigyázni rá, hogy akkor mi legyen, hát hogy mivel hogy dolgoztak, nem tudták ellátni, mi legyen vele, és itt lehetett a maximum 3 hónapig akkor az elején, amit akkor hoztunk létre mi, az önkormányzat, meg az én csapatom, mert az egészségbizottság elnöke voltam soká. És hogy ott szakápolásba részesülhetett, ott is aludhatott, hogyha haza akarták vinni, akkor éjszakára hazavihették, de napközben mindenképpen ellátták. Akkor csináltuk meg a szociális gondozási hálózatot, az otthonápolást, hogy a nővérek kijárjanak a betegekhez, akik tartósan betegek és otthonukban tudják őket ellátni. Tehát ez mind sok pénz, meg pályázat, meg utána járás kellett, de hát ezeknek nagyon örültünk, amikor ezt létre tudtuk hozni, aztán később akkor a szociális otthonnak az átépítése, meg megújítása is sikerült, mert hát elég lerobbant állapotban volt, amikor hát én is megismertem ott a belső körülményeket, úgyhogy ilyenek, és ez nagyon nagy segítség volt a betegeknek, mert különböző klubokat hoztunk létre, ahol azonos betegségekben szenvedők találkozhattak, és ott ugye szakmai tanácsokat is kaphattak, meg egymást is tudták segíteni, mert hát ugye látta, hogy nem csak az ő problémája, hanem ezen kívül még sok másik emberé is, így aztán az is egy segítség volt a betegek részére, aztán úgy éreztük, hogy ez fontos. Meg hát sok előadást tartottunk az idősek klubjába is, a nyugdíjasoknál, gyerekeknél az iskolába, tehát sok-sok ilyen dolog volt, ami nagyon fontos lehetett a későbbiekben, hogy könnyebben éljenek a betegek. Számos elismerést kapott különböző szervezetektől. Kezdetben volt a Vöröskereszt, abba is vállaltam munkát, mert az is nagyon fontos volt. Ott kaptam az első elismeréseket, meg a miniszteri dicséretet, amikor még a kórházi osztályon dolgoztam. Aztán később,
Hát igen, amikor a kórházból eljöttem, akkor az összes már közben is kaptam Szent Lukács érdemért, mert az ottani a szakrendelésbeli munkámért, meg egy ilyen úgymond életműdíjat kaptam, amikor eljöttem, ugye, hogy az összes addigi munkámért dicséretet kaptam, meg elismerést, és a kamarában is nagyon szerettem dolgozni, mert amikor a kamara még csak egyesület volt, ugye, csak a rendszerváltás idején lehetett újra, meg újra, ugye, mert Hajdanában működött a kamara a két háború között, de aztán utána, 45 után megszűnt nagyon sokáig, és 89-ben egyesületi szinten működött csak, és akkor én annak a szervezésében is sokat ügyködtem, és elnöke is voltam, társelnöke az egyesületi kamarának, aztán amikor 31 évvel ezelőtt hivatalosan is megalakult az orvosi kamara, akkor is két cikluson keresztül én voltam a Tamási járásnak, meg ennek a körzetnek, akkor még 110 orvosunk volt, hát most jóval kevesebb van, mert egy csomó egyéb helyről bejáró volt, azok az itteniben, kórházban, meg Tamásiban dolgozók voltak, voltam a kamarai elnökük, és hát nagyon sok mindent tudtunk megcsinálni. Nagyon jó baráti kapcsolat volt az orvosok között, összejöttünk, voltak társas programok, az, ahol egy kicsit ki lehetett kapcsolódni, meg akik ritkán találkoztak egymással, akkor ott vacsora közben beszélgethettek, úgyhogy ez is nagyon jó volt. A sok oklevél és érem között van egy Vitézi rendtől származó elismerése is. Még 2010-ben a magyarságért tett szolgálataiért érdemelte ki az orvosnő. Van kétféle Vitézi rend. Van egy, amit úgy örökölhetnek, mert az első világháború után alapították, hogy akik nagyon vitézül forogtak a harcban, azoknak az unokái is, tehát a gyereke is, meg az unokái is örököl. És akkor megkapta a Vitézi érdemrendet, akkor tehát a háború végén, és kapott hozzá földet is, meg elismerést, tehát az egy jó pozíció volt, tehát vagy egy elismert volt, akit vitéznek titulálhattak, és annak a gyerekei meg az unokái is örökölhették ezt a címet, hogyha úgy döntött az a bizottság, aki ugye mindig megnézte, hogy ha valakit javasoltak a felvételre, hogy akkor az megfelel az elvárt kívánalmaknak, és aminek én saját jogon szereztem, mert van egy másik ilyen, hogy nemzetvédelmi tagozata is van a Vitézi rendnek, ahol civilek, úgymond, tehát akiknek a családjában nem volt vitéz, hogyha az országért, meg a magyarságért végeztek tartósan munkát, azok kaphattak ilyet, és én is ezért kaptam. Egy fia van, és négy unokája. Férje, mint hallhattuk, szintén orvos. Sokat segítették és segítik egymást a munkában és az életben is. A Hippokratész emlékérmet, mely a legmagasabb orvos szakmai kitüntetés, az országos küldött közgyűlésen vehette át. A Magyar Orvosi Kamara által alapított díjat kiemelkedő orvosi kamarai pályafutása alapján a belgyógyász szakorvos, házi orvos, dr. Tóth Mária.